Szép estét kívánok mindenkinek, remélem nem utoljára találkozunk, ugye ez a, így is arra való volt. Csak hát most már elkezdődnek a, nekem a keményebb napok, jövő héten már két konferencia van, Biblia éve van, és nem tudnak sehol se előadókat kaparni, mert akik már ugye ilyen öregebb utordarabok, azok nem tanultak Bibliát, és kevés teológus van, aki mondjuk egyetemi pályára került, és ezért nagyon-nagyon megterhelés. Jövő héten egyik nap Veszprémben, másik nap Miskolcon lesz egy előadásom, úgyhogy elég sok lesz, úgyhogy most ez a búcsú, egy kicsikét nekem valami szép vakációs időnek a búcsúja, mert önökkel nagyon jó volt együtt. Ennek a sorozatnak az volt a címe, kereszténység ma. Ebben van egy kis provokáció, legalábbis a kérdőjelben. Lényegében bizonyára vannak, akik egy picikét csalódtak. Én nem teológus szempontból néztem most, vagy teológus szemével néztem a kereszténységet, hanem vallástudományi szempontból, és az első előadáson én elmondtam, hogy mi a kettő között a különbség. Ha én úgy nézem, hogy a hit szempontjából, hogy van Isten, és én ebben, mint ember bízom, mint hívő ember, és Isten és én köztem létrejön egy erőtér, hogy így mondjam, ami a hitnek és az imádságnak az erőtere, és ebből kezdem vizsgálni, akkor teológiai szempontból vizsgálom a kereszténységet. De ha én ezt a hitet, mint ember megélem, akkor két lábbal benne vagyok a társadalomban. Tehát nem lehet a társadalmat elválasztani az egyháztól, ez ostobaság, ezt elmondtam akkor is, mert mindjárt benne élünk a társadalomba, és valahogy ezt a hitet kifejezésre juttatjuk cselekedeteinkkel, gondolkodásmódunkkal, tetteinkkel, döntéseinkkel, kultúránkkal, ezerféleképpen. Tehát egy olyan dologról beszélni, hogy kereszténység a társadalmon kívül, ez nonsens, ez lehetetlen. De nincsen társadalomon kívüli ember. Embernek lenne azt jelenti, hogy benne lenne az emberek közösségében. És akkor társadalomtudományi szempontból kezdtük vizsgálni, hogy ez a kereszténység a társadalomban milyen jelenségeket produkál. Ugye, hogyha emlékeznek, én is előveszem a memória pótlékomat, az első előadáson arról beszéltünk, hogy a hit és a vallás között mi a különbség. Az egyik ugye történelemben, állandó, változó történelemben, horizontálisan megvalósuló valami, ez a vallás. A hit pedig egy egzisztenciális valami, hogy a fejünk fölött van Isten, és Isten is én egy állandó párbeszédben vagyok, és megélem a hitemet. Azt is eldöntöttük már az első előadáson, hogy ami él, az szükségszerűen változik. Nem a hit változik, bennem lehet Ábrahám hite, csak ezt a hitet, Ábrahám hitét nem úgy élem meg, mint Ábrahám. Mert ugye kulturálisan minden téren más helyzetben vagyok, mint Ábrahám volt. Utána megnéztük azt, ami az egyházakat legjobban foglalkoztatja. És azt néztük, hogy tulajdonképpen a mai társadalomban az a legnagyobb gond, és ez egy tényleg globális gond, hogy 50 évig információ hiányos volt a társadalom az egyházakat illetően. Az egyházak beüzettek, hogy így mondjam, a templom falai mögé, és aki belépett, még azt is ellenőrizték, ezt tudják, hogy hogy van, és egy vállalás volt, aki tényleg vállalta, hogy ő keresztény a régi rendben, és ez bizonyos hátrányokkal járt, és most semmi olyan szándék nincs benne, hogy én sírok emiatt, például engem gimnáziumban nem akartak felvenni, de nekem van egy jó Istenem, és ezért például ezért lettem fasori diák. Soha eszembe nem jutott volna Miskolcról fasori diáknak lenni, csak nem vettek fel egyetlen gimnáziumba, se egy kénytelen voltam a Nobel-díjasok gimnáziumával a régi fasorba az utolsó évet elkezdeni. Vagy egyetemre se vettek fel. Ugye egy tanár nem lehet az, aki papgyerek, lelkészgyerek vagyok. Hála jó Istennek nem vettek fel, mondom vén fejjel. Mert az első alkalomkor kaptam ortutaitól egy olyan engedélyt, mert nagyon jól sikerült a felvételi vizsgám, hogy vizsgázás nélkül azt hallgathatok az ERT-n, amit akarok. És ennek köszönhetem, hogy én Szabolcsi Bencétől zenetörténetet hallgattam, sőt, még Lika Károlytól is hallgattam egy fél évet,
Biedermeier művészetről. Ez volt az utolsó tanítási fél éve, fél év befejezés után nem sokkal meghalt a Károly bácsi. Hallgattam Benedek Marceltől verstant, és ki tudja még milyen nagyszerű professzorokat, Evecseri Gábort ki ne hagyjam. Kapásból fordított a versbe előttünk az Odüsszeát például. Ezek óriási élmények voltak. És többet tanultam ez alatt a két év alatt, amíg ez volt, 1956 végéig, mint amit valaha is tanulhattam volna, ha felvesznek rendes diáknak, mert a marxizmust kellett volna tanulni, meg Andi Cselsinénytől, meg Nemes Dezső bácsitól kellett volna történelmet tanulni. Nemes Dezső bácsinak nem bírtuk elmagyarázni, mert azt mondta, a reformációnak három iránya van. Azt mondja, a luteránusok, a kálvinisták, meg a protestánsok. És nem tudtuk elmagyarázni, hogy a kettő az a protestáns, nem az a harmadik, hanem az unitárius. Azt mondja, hogy olyan nincs. Na szóval ez a Nemes Dezső bácsi, de ezek anekdoták. Tehát, mi keresztények három dologgal küzdünk. Az egyik az az, amit úgy hívunk, hogy elvilágiasodás, a másikat úgy hívjuk, hogy elintézményesedés. Ezt úgy is szokták mondani, elegyháziasodás. Az egyház egy intézmény lesz, eljárunk egy szolgáltató vállalat, és kész. És a harmadik pedig az elszektársodás, amikor kis csoportok jönnek létre, és a nem törődöm a többivel, kialakulnak kis szigetek. Erről a problémáról beszéltünk. És elmondtuk azt, hogy a sónak lenni, az pontosan azt jelenti, hogy valahol meg kell találni helyünket a társadalomban. Utána arról beszéltünk, hogy a magyar vallásfelekezeteknek egy érdekes korszaka következett el 1990 után, mert elindult egy csomó új vallásfelekezet, vagy új régi vallásfelekezet, így lehetne mondani. Ebben vannak olyanok, amiket én úgy szoktam hívni, hogy megélhetési vallások, ez inkább a közgazdászokra és az adóhivatali tisztviselőkre tartozna, mint ránk. De vannak olyanok is, amik bizonyos jelenségeire mutatnak a kereszténységnek, valami hiánybetegségre mutatnak a kereszténységnek, erre viszont oda kellene figyelni. Azután beszéltünk az ökumenéről, és az egyedül üdvözítő egyház fogalmáról, hogy hogy is van az egyház egysége, és elmondtuk azt, hogy az egyház egységét nem szervezetileg kell létrehozni, az egyház egységét egy valaki tudja létrehozni, illetve ehhez az egy valakihez való viszonyom tudja létrehozni, és ez Jézus Krisztus. Elmondtam a Söderblom Nátánnak a híres körét, hogyha én a jobboldali szomszédom felé közeledek, akkor a baloldalitól távolodok, a baloldalitól a jobboldalitól, hogy lehet egyszerre közeledni mindenkihez, a központba állítom Jézust, és amennyi belőlem Jézusi, annyira vagyok testvére a másik. Azután beszélgettünk arról, hogy a fundamentalizmus milyen veszély. Ez nem csak arab fundamentalizmus van, van keresztény fundamentalizmus is. Keresztény fundamentalista az az ember, aki azt gondolja, hogy privatizálni lehet az igazságot. És azt mondja, hogy csak nekem lehet igazam, és elfelejti ezt az igazságot újra és újra szembesíteni az alappal. Kinyilatkoztatás alapjával. Beszéltünk a szektárságról is, szektárságról két szempontból. Az egyik szempont az az, hogy amikor elindul egy új vallási mozgalom, az mindig egy hiányból indul el. És úgy indul el egy új vallási mozgalom rendszerint, hogy kidobják azokat, akik újat akarnak a régiből. Na most utána jön egy nagy megpróbáltatás, hogy vajon ez a felismert dolog olyan erőse, hogy köré épül egy egész rendszer, és egy egészséges új sejt születik-e, vagy pedig nem. És a szektárságról másképpen is beszéltünk, a secco secare latin szó az azt jelenti, hogy levágni. Vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy a problémákat úgy lehet megoldani, hogyha elhatárolódok, pártokat hozok létre, lehatárolódok. És ennek a lehatárolódásnak mindig van egy próbája, mert a puding próbája és az evés, ennek pedig az a próbája, hogy vajon a mai ember mai kérdésre tud-e mai választ adni ez a rendszer, mert ha nem, akkor szükségszerűen elhal. És így jutottunk el most a végére, aminek ezt a talányos címet adtam, Egyház a világban, vagy világ az egyházban. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes kérdés, már csak azért is, mert két ellenkező vélemény létezik.
Az egyik vélemény az az, hogy az egyház föl akarja falni az egész világot. Ezért szoktak panaszkodni sokszor liberálisok, mert most ne a magyar viszonyokra gondoljunk, most arról hadd ne beszéljek a magyar liberálisokról, csak a liberálisok ugye a világon, azok azt mondják, hogy kérem szépen, van egy olyan veszély, hogy az egyház föl akarja falni az egész világot. És ez nem alaptalan veszély, mert az egyházban is vannak olyanok, akik így gondolkodnak. A másik oldalon pedig egyházon belül van egy olyan veszély, ami a gettónak a veszélye. És a gettó veszélye az, hogy építsünk falat, vonuljunk be a fal mögé, húzunk bástyákat, sáncoljuk el magunkat több sánccal, és onnan nézünk kifele, és lövöldözzünk minden olyanra, aki ellenséges mi velünk. Melyik vajon a jó megoldás? Nyilvánvalóan egyik sem. Egy kis buta példával tudják, ez minden ilyen pedagógus hajlandóságú embernek a baja, hogy mindig ilyen egyszerű példákkal szeret operálni, mert ezt megjegyzi mindenki, ezért nézzék el nekem. Vegyünk a csónak és a tónak a példáját. Ha a csónak a parton van, akkor összeszárad, tönkre megy, és előbb vagy utóbb használhatatlan lesz. A csónaknak a helye az a vízen van. És az nem baj, hogyha a csónak a vízen van. A baj az, hogyha a víz van a csónakba. Na hát én erről akarok ma beszélni. Nem az a baj, hogy a csónak a vízen van, hanem az a baj, ha a víz van a csónakba. A hegyi beszédben Jézus azt mondta, és ez a kereszténységnek egyik alapokmánya, hogy a keresztény az olyan, mint a só. A só az nem mennyiségileg hat, hanem minőségileg hat az ételre, nem? A kereszténységnek nem az az igazi célja, hogy mennyiséget adjon, hanem a kereszténység igazi célja, hogy minőség legyen. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy ízesítsen. Úgy is lehetne mondani, hogy romlástól óvjon. Betöltse azt a funkcióját, amiért van. Na most, Jézus példázata szerint a só megízetlenülhet. Ezen aztán az írásmagyarázók törték régen a fejüket, hogy mit jelent a só megízetlenedése. Sokféle vélemény van. Az egyik legérdekesebb, hogy a Holtengerből merítették ezt a sót, mivel a Holtengerről másféle sók is vannak, nem csak konyhasók, ezért sokszor vegyi reakció lépett fel, és hogyha sokáig állt a só, akkor elízetlenedett a só, mert gipsz keletkezett, hogy én nem tudom, mert régen tanultam vegytant. Ezt is mondták, de nem ez a lényege Jézus példázatának, hanem az, ami ennek a valóság alapja. Hogyha a kereszténység megízetlenedik, akkor értelmetlen lesz. Éppen ezért vizsgáljuk meg most egy kicsit ezt a két dolgot, amiről beszéltem az előbb. Mit jelent az egyház a világon kívül? Ez a gettó kísértése. A gettó elsősorban első látása valami nagyon jó dolog. Mi olyan emberek körében, akikkel egyetértünk, akikkel egyforma a hitünk, egyforma a világnézetünk, nagyon szívesen tartózkodunk együtt. Nem kell mindig magyarázkodni, egymásra nézünk és rögtön értünk mindent. Akkor ez a megoldás? Mindenki gondoljon egyformát? Ha megnézzük, ez a gettó élmény, ez sokszor kísértette a közösségeket. Vegyük most ezt mondjuk nemzetiségi kérdés szempontjából ezt a gettó kérdést. Kétféleképpen lehet egy többségen belüli kisebbséget tönkretenni. Az első az az, tehát mondjuk vegyük a elméletileg, mert ezt ismeri mindenki a romániai magyaroknak a dolgát. A romániai magyarok dolgát kétféleképpen lehet tönkretenni. Az elsőt megpróbálta Nicola Ceausescu, ez azt jelenti, hogy le kell rombolni azokat a falukat, és át kell telepíteni onnan az embereket, ahol döntő módon magyarok élnek. Ezt nagyon sokszor csinált, ez volt a falurombolás korszaka. Ez nem olyan hatásos, de nagyon sok eredményt lehet vele elérni. Van egy másik módszer is, amire szerencsére nem jött rá Nicola Ceausescu,
De ez például a nagyon sok helyen csinálták a világon, sok példát tudok mondani, ami a következő. Van egy kisebbség, egy többségen belül, egy nemzeti kisebbség. Meg kell tiltani a nemzeti kisebbségnek, hogy a többség nyelvét használja. Tehát gettóba kell, kulturális gettóba kell zárni. Ezt mi nagyon sokszor nem értjük, én tanítottam nem is a régen odát, Kolozsváron a Bábesbólyain a magyar szakosokat, és ott például a Bábesbólyain az jelszó, hogy egy magyar jobban tudjon románul, mint a román. Ez a cél. Irodalmi pszev nyelve. Miért? Mert hazaáruló? Mert sokan azt mondják, hogy ez a hazaárulás. Nem. Ő egy olyan országba fog dolgozni, hogyha mérnök, orvos, tanár lesz, ahol egy kisebbség kultúráját képviseli ugyan, de hogyha nem tud kommunikálni a többséggel, akkor a kisebbség véleményét nem tudja érvényesíteni. Tehát az a jelszó a diákok között, hogy szebben, irodalmibban beszél románul, mint az a mezőségi román, aki feljön, és törve, és rosszul beszéli az irodalmi román nyelvet. Vagyis nem gettót kell építeni, hanem le kell bontani a falakat. De miközben lebontod a falakat, tartsd meg azt, aki vagy. Tehát az identitást, azt ne azzal próbáld erősíteni, hogy falat építsz, hanem azzal próbáld erősíteni, hogy lebontod ugyan a falat, és több kultúrájú nép leszel, vagy ember leszel. És ez egy nagyon érdekes dolog, ez a transzilvanizmusnak az alapvető eszmé, ami hál' Istennek mindig él, nagyon sok értelmiségiben Erdélybe. Ennek az a következménye, és ez egy nagyon érdekes következmény, hogy pontosan azért utálják nagyon sokszor a nem magyarok a magyarokat, mert ők két kultúrájú nép. Az Erdélyben még izgalmasabb, mert ugye ők egy nyugat-európai kultúrát képviselnek a legkeletebben nyugat-európai kultúrövezetben. És ezért van az a furcsa dolog, amit Magyarországon nem szoktak tudni, hogy nem a mezőségi falukban van román-magyar ellentét, hanem ez egy mesterséges ellentét, mert ezek már megtanultak 200 év alatt, ugye már a 18. század közepén több román élt Erdélyben, mint ahány magyar, már 18. század közepén úgy volt, és megtanultak együtt élni. Két kultúrájúak lettek. Az erdélyi románokat a bukarestiek épp úgy utálják, mint a magyarokat. Ezt nagyon sok romántól tudom. Most ez a két kultúrájúság, ez egy bizonyos küldetéstudatot jelent. Ennyi volt a példa a nemzetiségi oldalon, de bizonyára tetszenek sejteni, hogy mit akarok ezzel az egyházak kapcsán mondani. Ha én elhatárolódok a társadalomtól, felépítem a falat, akkor jönnek bizonyos anomáliák. Például bejön egy ember a templomba, és mivel nem tudja a konyha nyelvet, most bocsánat, vagy így is mondhatom, hogy kánaáni nyelvet, egyszerűen kifordul, mert nem tud vele mit kezdeni. Egyszerűen nem tud vele mit kezdeni, mert azt mondja, hogy én ezt a nyelvet nem beszélem. Sose fogom elfelejteni, még valamikor 1988-ban egy könyvem jelent meg, és a protestáns könyvsátorba, akkor jelent meg a Mezei Máriának az életrajzi regénye, és hát mondták, hogy én is menjek dedikálni, hát állottak három könyvet, azt dedikáltam, és egy egész délelőtt ott ültem. De hát a Mezei Mária könyvnél sorba álltak. És akkor így próbáltam beszélgetni ott a várakozó emberekkel, még a Mezei Mária szép lassan dedikálta a könyvét, és egy ember érdeklődött, és kérdezte, hogy én mit csinálok, elmondtam, és hát ő meghallgathatna egy valami előadást. Igen, mondom, egy prédikálni fogok itt, eljött a prédikációra, végén kezet fogtunk, láttam, hogy ott van, és azt mondta, hát kérem szépen, nagyon szép volt biztos, csak én ezt nem tudom, és többet nem fogok jönni. Megkérdeztem, hogy miért nem. Azt mondja, azért, mert azt tetszett mondani, hogy kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban. Ebből az öt szóból én hatot nem tudok. Miért vagyok én kedves? Mi az, hogy testvér? Mi az, hogy Úr? Ki az a Jézus? Mi az, hogy Krisztus? És mi az, hogy Krisztusban?
Ugye ez nekünk vallásos embereknek nagyon szokatlan, dörgöltem a szemem. És az emberrel nem beszéltem közös nyelvet. Nyilván, mert én a gyülekezetnek prédikáltam, azon a okanáni nyelven, ahogy ezt szoktuk mi teológusok mondani, ahogy mi beszélni szoktunk. Tehát, hogyha nagyon felépítjük a gettófalat, akkor egész egyszerűen nem értünk szót a kívülvalókra. Na most, a következő ilyen jelenség az az, hogy az életformánkban is sok-sok változás lesz. Ugye ezért van az, hogy az ifjúsággal állandó feszültségek vannak, mert ugye mi a kereszténységet hozzákötjük bizonyos viselkedési formákhoz, ami a mi korcsoportunknak a viselkedési formája, és ezzel nem tud mit kezdeni egy mai fiatal. Most mit csináljunk? Építsük a gettó falat, vagy most mit csináljunk? Hogy bontsuk le a kerítést? Azután, ha felépül a gettó fal, akkor egy nagyon érdekes dolog van, és erre az egyháztörténet rengeteg példát mond. Ha sikerül egy bizonyos izolációs szintet elérni, tehát a társadalmat elválasztom az egyháztól, akkor az egyházon belül előbb vagy utóbb óriási feszültségek kezdenek támadni. És ezek a feszültségek abból jönnek, hogy ki hány százalékig keresztény. Megjelennek az élhívők, és az élhívők lakhatatlanná teszik a templomot. Ez mindig így van. A katonák a laktanyában mindig akkor veszekednek, ha nincs gyakorlat. Ezért a jó őrmester, ez már kiment a gyakorlatból, míg a mi időnkben tudták a jó jutasi őrmesterek, mindig gyakorlatoztatni kell a katonát, hogy elfáradjon, legyen dolga, mert ha nincs dolga egy katonának, akkor veszekszik. Így van egy belterjes egyház is. És erre a belső veszekedésre is nagyon sok példa van. A mai napig is, azután. Ekkor elindul egy olyan dolog, hogy azokat az elvi elgondolásainkat, amiket mi elgondoltunk papíron, egyre kevésbé lehet kivitelezni az életbe. És mivel nagyon nehéz kivitelezni az életbe, ezért megjátsszuk azt, hogy mi azt tulajdonképpen csináljuk és követjük. És hadd mondjak egy példát, ami biztos önök előtt nem ismert. Mit gondolnak Magyarországon, hány vallásos zsidó ember él? Nem sok, de az öt csoportba él. És az öt csoport nincs beszélő viszonyba egymással. Ez a nem sok, ez 2000 körül van, összesen. Magyarországon, ha mindent összeadunk, akkor is 50 ezer zsidónál nem igen van több. Persze a statisztikában mindig egy kicsit felfele kell kerekíteni, mert hát ez egy bizonyos anyagi vonzata is van ennek, államsegély, stb. De ez a magyar valóság. Most én ennek egyáltalán nem örülök, sőt. Na most mit gondolnak, hogy miért van ez az öt csoport? Többek között egy doktorandusz kislányom erről írt egy szenzációs doktori értekezést, interjúkat, Vincekata Zsuzsának, Zsófinak hívják, és az öt csoportból négynek a vezetője osztálytárs volt zsidó gimnáziumban. És nincsenek beszédes viszonyban, hogyha ez a kislány mutogatta be egymásnak az urakat. Leültette egy asztalhoz. Miért? Azért, mert úgy gondolja a zsidóság, hogy a hagyományoknak a falát fel kell építeni, és ez az öt csoport olyan konfliktusban van egymással, hogy ezeket a régi hagyományokat, amit a Sulhán Áruk terített azt a leszjelenti éberül, Sulhán Áruk ez egy irat, amiben ezeket leírták, hogy valósul meg, mennyire lehet megvalósítani. Van az, amit ugye neológ zsidóságnak mondanak, vannak az ortodoxok, de köszönő viszonyban nincsenek egymással. Akkor van egy olyan ortodox egyház, amelyik azt mondja, hogy jó-jó, rendben van, egy bizonyos területig lehet, utána nem lehet csinálni. Például, ugye tüzet nem lehet gyújtani, ez egy közismert dolog. De van olyan ortodox, aki azt mondja, hogy rágyújtani azért lehet. Másik meg azt mondja, hogy nem lehet, hanem a szomszéd rágyújt, és akkor arról lehet tüzet venni. És erről ezek gyerekes dolgoknak tűnnek, de ott, ahol felépült a gettófal,
Ott a fal mögött ilyen veszekedésekről van szó. És én ezt azért mondtam a zsidóság példáját, mert ugyanilyen jelenségek bizony köztünk keresztények között is vannak. Egy-egy vallás felekezeten belül is vannak. Ezt tessék tudomásul venni. Tehát ennek az a következménye, hogy egy-egy ilyen közösség, tehát az egyház, elveszít valamit, amit úgy hívnak, hogy küldetés. Tudnélik, a kereszténység egy ilyen köldöknéző társasággal alakul, mindenki csak magával törődik, nem törődöm a világgal, a világ meg száz bajával, az ilyen patópál urasan. És ez termi meg a farizeusi kegyességet. A farizeus nem az az ember, aki képmutató csak úgy simán. A farizeus az az ember, aki úgy elfül, hogy képmutató. Hogy a formát betartja, de a tartalmat nem. Ezt úgy szokták mondani, nagyon sokszor van ilyen jelenség, ezt lehet hallani, kulturálisan keresztény vagyok. Na de a kereszténységet nem lehet kulturálisan követni, vagy itt bent vagy keresztény, vagy nem vagy keresztény. Vagy csak mi meled a kereszténységet. Tehát ez a gettónak a nagy-nagy problémája. Nézzük most a másik ilyen dolgot, hogy ami van, és ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, ennek az ellentétése. Mi van akkor, hogyha a világ van az egyházban? Ez a jelenség is nagyon ismerős. Az egyház elkezdi leképezni a társadalmat. Leképezni a pártokat. Lehet, hogy nem azt mondja, hogy ez MSZP, vagy Fidesz, vagy NYÉP, vagy KDNP, vagy nem tudom én, mi most mondhatnék akármilyen dolgot. De ugyanúgy megjelennek a konzervatív, a liberális, az ilyen-olyan-amolyan értékek mentén szerveződő csoportok, és elkezdődik egy hatalomért folytatott harc. Amikor a világ bekerül az egyházba, akkor annak az az első, legbiztosabb jele, hogy a hatalom kérdése kerül előtérbe. Hogy kié a hatalom. És ennek az lesz a következménye, hogy elkezdi az egyház is követni a világ struktúráját. Be akar épülni a világ struktúrájába az egyház, és ugyanolyan hatalmi rendszert akar létrehozni, úgy mondják ezt, hogy érdekérvényesítő rendszert akar létrehozni, mint amilyen a világ. És miközben ezeket a, hogy így mondjam, stratégiai terveket kezdi követni, ugyanaz lesz a következménye, mint a gettónak. Elveszti a küldetés tudatát. És a hitből tulajdonképpen nem lesz más, mint egy jelmez. Én ez vagyok, mert ezt mondják a hitpontok, nem élem én ezt már meg, csak felveszem jelmezként, hogy ez vagyok, ide tartozom, ez a zászló, ami alatt vagyok, de a zászló már nem bennem leng, hanem az egész hitem csak egy megkülönböztető jelzővé silányult, és én tulajdonképpen benne élek abba a világba, amiben vagyok, és könyökölök a hatalomért. Na most, ez a... Bocsánatot kérek, muszáj. Ez a gondolkodási mód, ez már Jézus idejében is ismert volt. Biztos tetszenek emlékezni, Máté Evangélium a 20. fejezetében van, amikor a Zebedeus fiak mamája eljön Jézushoz protekcióért. Nézd meg, Uram, ezt a két nagyszerű gyereket. Egyik jön a jobb kezed felől, és a bal kezed felől. És akkor Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. És utal a kereszt halálra. És akkor Jézus mond egy nagyon érdekes, hogy a világban a királyok uralkodnak, az uralkodók uralkodnak, de ne így legyen köztetek, hanem aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok. Sőt, aki még nagyobb akar lenni, az legyen a ti rabszolgátok. És ezt nagyon sokat magyaráztuk mi keresztények, de mi ennek az egésznek a mondani valója? Egy embert nem a hatalom minősíti, mert minden embernek van valahol hatalma. Egy embert az minősít, hogy mi az, amit a köznek ad. Tehát egy ember minőségét
azt úgy lehet lemérni, hogy mi az, ami a köznek, a másik embernek ajándék, Istentől kapott ajándék a többiért. Tehát a keresztény ember olyan ember, hogy Istentől kapott valamit, egy lehetőséget, egy képességet, talentumot mondhatjuk így bibliai szóval, és ezzel a talentummal el kell számolni, de hogyan? A talentummal való elszámolás az az, hogy én, amit kaptam, azt érted kaptam, és azzal kell elszámolni, hogy neked mit használtam. Még az átkosban, az 50-es években, Rákosi korszakban volt egy lelkész, akinek én nagyon sokat köszönhetek, ifjúsági lelkész volt, nem volt már akkor ő ifjú, de az ifjakkal foglalkozott, és velünk állandóan, és Balaton Lelin van az egyháznak egy kis üdülője, akkor ez egy préri volt, nagyon messze a falutól, Szemeshez tartozott ugyan, de Lelihez volt közelebb, de az a közel az azt jelenti, hogy 2 kilométerre innen, 4 kilométerre onnan, és akkor kivitt a Balaton partjára, és akkor megtanította a jelszót, ilyen kamasz gyerekek voltunk. De jelszó ez volt, hogy nem uralkodni, hanem használni akar. Mindig azt mondta, hogy nem hallom, hangosabban. És ahogy torkunk szakadtából kifért, üvöltöttük, hogy nem uralkodni, hanem használni akarunk. Ez egy nagyon jó pedagógiai fogás, mert még élet nem felejtem el. Valahol ez a kereszténység alapnormája. Na most, hogyha bejön egy idegen szellem, hogy én uralomra török, önérvényesítésre, beszállok abba a társadalmi hintóba, amiben ez az önérvényesítés, hatalomszerzés a lényeg, akkor a keresztény egyház elveszti a küldetését. És akkor az egyház a világban, világ az egyházban van. És egyik se jó. Se az elhatárolódás, se a megizetlenülés. Az egyik ugye a bennmaradok a sótartóban, a másik pedig az, hogy megizetlenülök. Mi hát akkor a megoldás? Elsősorban azt kellene megnézni, hogy mi az, hogy világ. És ez azért izgalmas kérdés, mert egy globális világban élünk, ugye valami Tokióban történik, nehogy Isten a tőzsdén, az 10 perc múlva itt van. Nem? És mindig olyan nagy élvezettel, sokszor el szoktam mondani, lehet, hogy itt is elmondtam, mikor a kandidátusi disszertációmat írtam, akkor mindig olyan élvezettel olvastam azt, hogy a vasárnapi újság 19. századi számában, hogy friss hírünk van Vietnámból, egy hónappal ezelőtt ott járt a tudósítónk. Hát friss hír egy hónappal ezelőtt, ez akkor nagyon friss hír volt. És ugye izgalmas könyvként olvastuk 40 nap alatt a föld körül. Hát a Ibusz társas utazással meg lehet csinálni. Nekem egyszer elveszett egy bőröndöm Frankfurtba, és megkerült a földet, mert ugye tudták, hogy hol van a repülőgépen, megkerült a földet, egy 24 óra alatt Washingtonba utaztam, és Washingtonban másnap megkaptam a bőröndöt, óriási bocsánatkérés és $50 kártérítés után megkaptam a bőröndöt, és úgy irigyeltem a bőröndömet, hogy egy nap alatt körbe ment a földet. Nem? Összeszűkült, egy falu lett a világ. Most ebben a helyzetben a világot meg kell érteni. Jó ez? Rossz ez? Világtagadók vagyunk? Vagy konformisták vagyunk? Már az előbb valami választ adta. Ha én használni akarok, és nem uralkodni, akkor egyik se lehetek. Mert ebben a világban valahol nekem otthon kell lennem. És otthon ott vagyok, ahol kézzelfoghatóan használni tudok. És ez egy nagyon fontos dolog. Én a mai életünknek a legnagyobb gondját nem abban látom, hogy a GDP alacsony, meg hogy nincs kevés a pénzünk. Nekem is kevés a pénzem, stb. De ez a szövődmény. Az igazi nagy baj az, tessék megnézni a társadalom, én gyerekekkel foglalkozom. Szinte nem lehet találni olyan gyereket, aki dolgozni akarna. Nem? Pénzt akar. Na de hát a világ nem pénzből él, a pénz az egy virtuális valóság, az nyomdakérdés csak. Ma, mikor nincs fedezete a pénznek lényegében, nyomdakérdés az egész. És a nemzetközi nagybankok egymással való megegyezése.
8 évvel ezelőtt volt egy óriás gazdasági válság a brazil tartozás miatt. Davosba összegyűltek a legnagyobb bankoknak a tulajai, és így széttépték a kötelezvényeket, és nullára redukálták. Az egészet senki észre se vette. Ez éppen, mint a fogócskában cseréptörés. Tetszenek még emlékezni rá, ugye? Amikor nem ér a neved. De mi lesz a munkával? Mert a munka az, hogy én kaptam valamit az Istentől, és én adni akarok. Mert ez a szeretetnek is a lényeg. A szeretet az nem érzelem, hanem teszek valamit érte. Mit teszünk egymásért? Tudunk-e elfogadni, tudunk-e adni? Tudunk-e Istentől elfogadni, másiktól elfogadni, és viszonozni tudunk-e? Mert így épül az egész. Egész világ. És valahol ez elkezdődik a családba, otthon. Ez a közösség. És ennek a közösségnek kellene terjedni, és az egyháznak pontosan ez a hivatása, hogy katalizátora legyen ennek a fajta önzetlen segítségnek. És Isten megítéli az egyházat, hogyha az egyház erről elfelejtkezik. Tudom, van nagyon sok pozitív példa, hál' Istennek. Vannak negatív példák is, szégyelhetjük érte magunkat. És minden egyházban van pozitív és negatív. Csak nem árt ezt tudatosítani. Hogy nekem nem be kell szállni a társadalom billegő hintójába, hogy finom legyek és nőies, hanem ezt a másat, ezt a katalizátort, ezt kell adni az embereknek. És ez valami hatalmas nagy feladat. Van még egy szó, amit elfelejtettek az emberek. Ez a szó az, hogy felelősség. Ez ma idegen szónak már idegen szónak számít. Hát nagyon sokat mondjuk, csak egyes szám első személyben nem használjuk már ezt a szót. Ezt én nem hallom soha, hogy én felelős vagyok. Tetszenek hallani ezt, hogy én felelős vagyok. Nem szokták mondani. Ők felelősek. Na most, a kereszténység, ez egy felelősségérzésre épül. Én akkor vagyok keresztény, hogyha a másik emberért elkezdek hordozni felelősséget. Na nem ilyen atlaszként, hogy én vagyok a tűzföldi indiánokért felelős, mert aki a tűzföldi indiánokért akarja a felelősséget hordozni, azt azért teszi csak, mert menekül a saját szomszédja, családja, a saját felelősségi köre elől. De nekünk meg kellene tanulni, hogy igenis, mi felelősek vagyunk a másikért. Ha végignézzük ezt az országot, akkor ez az össznépi felelőtlenség országa. Véletlenül se lehet egy felelős találni. Jodán és azt mondaná, hogy én felelős vagyok. Azt lehet találni, hogy te vagy a felelős, és még 1990-ben a Magyar Nemzetben jelent meg egy nagyon jó karikatúra, az volt a címe, onnan vettem ezt, hogy össznépi felelőtlenség ország. Ez Magyarország térképe volt, körbe íróasztalok, íróasztal mögött mindig ugyanaz a figura, és mutatott mindegyik a másikra, és így körbe az ország határán körbe ültek az íróasztalon, és mutattak egymásra. Hát, aki még nem volt hivatalva, az még el is hiszi, hogy ez a karikatúra nem igaz. Szóval, igen. De a felelősség az nem a hivatal dolga, az egy emberi tulajdonság. Tessék megnézni önmagunkat. Érzem a felelősségem a másikért? És sokszor úgy nézem, hogy most én felelős vagyok a tanítványaim, vagy átélem ezt? Vagy csak azt mondom, bűnös csirkefogók úgyse tanulnak, megkapom a fizetésem, nem érdekel az egész. Hol vannak olyan iperósok, akik azt mondják, hogy ezt a falat én raktam, és ezért felelős vagyok, és vállalom. Vagy ezt a cipőt én csináltam. Felelős vagyok érte. Vagy hol van olyan kereskedő, aki ezt mondja, hogy ha hozzám jön valaki, akkor bóvlit nem adok el neki, mert felelős vagyok azért, mert őt szeretem és meg akarom tartani, mint vevőt. Ugye? Hát ezt értem a felelősség alatt. A kereszténységnek, hogyha meg akar tanulni ebben a társadalomban élni, akkor
ez a dolga. Még egy kérdésről hadd beszéljük, a haza kérdéséről. És ez egy nagyon fontos kérdés. Mivel ez az egymásért hordozott felelősség nincs, el akarjuk tolni mindig a határokat. És azt szoktuk mondani, hogy én jó hazafi vagyok, csak ütöm-vágom a családom. Vagy a másikat, azt, akit én nem jó hazafinak tartok, stb. A hazafiság az tulajdonképpen a küldetésem helye iránt érzett felelősség. Ez bennem, ne haragudjanak, ez nagyon szubjektív lesz, amit mondok. Ez 1956 novemberében fogalmazódott meg bennem. 20 éves srác voltam. Nem vettek fel egyetemre, itt voltam Budapesten. Apám külföldön járt teológiára, segélyszállítmányokkal jöttek a volt teológus társai, és azt mondták, elviszünk, tanulhatsz ott. És akkor átvillent rajtam, hogy én viszont ide születtem, és Isten majd az ítéletben engem azért tesz felelőssé, hogy én itthon megtettem azt, amit rám bízott. Tudom, hogy nagyon sok ember ma ezt mondja rá, hogy hülye vagyok. Akkor is mondták barátaim azt, hogy hülye vagy. De valahol ezt a felelősséget hordozzuk azokért, akik között vagyunk. Ha az emberből egy ilyen egyéni karrierépítő lesz, önmegvalósító, ez a kedvenc randa szavam, akkor ezt a felelősséget nem fogja érezni. És abban a pillanatban a keresztény nem lesz keresztény, mert mit jelent kereszténynek lenni? Ezt úgy tudom mondani, hogy keresztény az, aki a másikért itt élő ember. És ezen minden szón hangsúly van. Ha a keresztény elveszíti a másikat a szem elől, már nem keresztény. Ha a keresztény nem itt akar élni, itt két lábon, ahová született, ahová tartozik, akkor igazán nem keresztény. Ha a kereszténységet nem élni akarja, hanem filozófálni akar róla, már nem keresztény. És hogyha a kereszténység nem az én emberségemet erősíti, akkor az nem kereszténység. Nem véletlenül Jézus az ember fia. Mert mint a gettó, mint pedig a megizetlenedés, az az emberség elvesztését jelenti. Mert abban a pillanatban veszítem el az emberséget, ha kiesik a életemből a másik. Ezért hát összefoglalva. Világ az egyházban, egyház a világban. Az egyház olyan legyen, mint a világ, vagy az egyház zárkózzon el a világtól? Egyik sem a megoldás. Egy ember a másik emberrel háromféle viszonyban lehet. És ez mindennek az összefoglalója. Három idegen szóval fogom mondani, olyannal, amit önök is tetszenek tudni. Van egy olyan ember, hogy én önmegvalósítok a másikkal szemben. A másik az arra kell, hogy az legyen a szobrom talpazata. Agyakba döngölöm, ráállok, én vagyok a Jani. Ezt a magatartási módot úgy hívják, hogy kontraexisztencia. Az én egzisztenciámat kontra, a másikkal szembe akarom megvalósítani. Az ilyen hősöknek ajánlok egy címerpajzsot. Címerpajzsban rajzoltasson egy öklöt. Ez fejezi ki legjobban az egészet. De üzenem olyanoknak, akik így akarják önmegvalósítani magukat, hogy nincs olyan verekedő, akit le ne ütnének. És mennél jobb verekedő az ember, annál kevésbé fognak kegyelmezni neki. Ez mindig így van. Óriási verekedőket láttam már padlón. Ez nem megoldás. Az én életemre nem megoldás. Ezért hát az emberek gondolkodtak,
és kitaláltak egy másik magatartási módot. Ez a másik magatartási mód, megint az idegen szó következik, a koexisztencia. Békés egymás mellett élés. Ennek az a lényege, hogy nekem vannak jogaim, neked meg vannak kötelességeid, nekem is vannak kötelességeim és vannak jogaim, és ezeket próbáljuk úgy valahogy egyensúlyba hozni. Ha egy ilyen embernek címerpajzsot rajzolnék, akkor a közepére nem öklött ajánlanék, hanem egy patika mérleget. Egyikben a jog, a másikban a kötelesség, és akkor járok jól, hogyha egy kicsit több jogom van, mint amennyi kötelessége. Igen ám, ez a békés egymás mellett élés lehet, hogy az országok viszonyában sok-sok jó gyümölcsöt hoz, csak az emberi kapcsolatokban nem. Azt is megmondom, hogy miért nem. Azért nem hoz megoldást, mert minden ember a jogaiért harcol, és a kötelességeit áthárítja. És ennek a nagy-nagy birkózásnak, iszapbirkózásnak az a következménye, hogy az emberek egyedül maradnak. Tessék megnézni, a mai társadalomnak a legnagyobb terhe az az, hogy emberek tömegbe egyedül. Nem? Már nem nyitják rám az ajtót se. Leírtak, és nem vagyok senki. Harcolok még a jogaimért, egyre kevesebb erővel, de átdübörög rajtam a történelem szekere. Ez a koexisztencia következménye. De hál' Istennek van egy harmadik megoldás. Ez a harmadik megoldás a proexisztencia. Amikor én azt mondom, hogy én kaptam valamit felülről. Ez nem valami nagy képesség, ne. Kaptam időt, kaptam egy pici anyagiakat, kaptam képességeket, van egy állásom, valahol dolgozhatok. És én nem morgok azért, hogy körülöttem másik ember van, nem is a jogaimért harcolok, hanem kezdem úgy nézni, hogy én valahol szolgálatban vagyok. Ha én egy bolti eladó vagyok, bejön valaki, akkor ezt úgy kell kiszolgálnom, mint hogyha Jézus Krisztus jött volna be. Ezt nem én találtam, hogy ezt Luther mondja. Luther azt mondja, hogy ha cselédlány lennék, akkor úgy takarítanám a szobát, mint hogyha abban Jézus Krisztus lakna. Ha az utcát seperném, akkor úgy seperném az utcát, mint hogyha Jézus járna az utcán. Ezt hívják úgy, hogy luteri hivatás etika. Ez a szó, hogy hivatás, innen is jött a magyar nyelvbe, a reformátorok óta, a 16. században honosodott meg ez a szó. Tehát hivatásszerűen élek. És ennek a hivatásszerű életnek van egy nagyon érdekes tulajdonsága. Egy, nem leszek egyedül. Kettő, értelme lesz a hétköznapjaimnak. Három, nem uralkodni szeretnék, hanem használok. És aki használ, az befolyást áraszt. A kereszténységnek ehhez a proexisztenciához kell visszatalálni, és a kereszténységben ezt kell megélni. Na most, mi nagyon sokszor a kereszténységet az egyház szervezetekkel tévesszük össze, vagy az egyház klérusával tévesszük össze, vagy az egyház hivatalosaival, hogy ebben mindenki beleférjen, tévesszük össze. Ez óriási tévedés. A kereszténység frontvonalán én meg te, mi egyszerű keresztény emberek vagyunk. És vagy megéljük a kereszténységet, és akkor van kereszténység, vagy csak deklaráljuk a kereszténységet, és akkor egy léggömb lesz, aminek elég egy gombosítés volt, nincs. És ez ma a kereszténység nagy kérdése. Szüksége van arra, hogy a társadalom megtudja azt, hogy mi kik vagyunk keresztények. Nem nagyon tudja a társadalom egész, hogy mi az, hogy kereszténység, mi az, hogy egyház. Óriási a bizonytalanság, ezt mondtam sok példán keresztül. De az igazi bizonytalanság nem az, hogy a lapok kevesebbet írnak róla,
Meg nem az a bizonytalanság következménye, hogy pénzt adnak az egyháznak, sokat adnak, vagy keveset adnak. Én nem azt mondom, hogy ez nem fontos. Csak nem ez az igazi mérce. Nem attól erős a kereszténység, hogy magas a templom tornya. Vagy szépen rendben van-e a templom. Persze én azt szeretném, minden templom legyen szépen rendben. Nem erről van szó, de nem ez adja a kereszténységet. Kereszténység frontvonalán mi egyszerű keresztény emberek vagyunk. Én úgy vagyok keresztény, hogyha felállok a katedrára, úgy tanítok, mintha ott ülne Jézus. És nézze, hogy én hogy tanítok. És ezt nekem végig kell, ezt meg kell élnem. Ez én nekem Szigeti Jenőnek szól. Ezt meg kell élnem. Mert a kereszténység másokért itt élő ember élete. Ezt jelenti kereszténynek lenni. És akkor egészen biztosan a kereszténység só lenne, gyertya lenne a gyertyatartóba, vagy mécsesbe láng lenne, vagy pedig hegyen épített város lenne, mire odafigyelnének az emberek. És hogyha ezt megtanulnánk, akkor egészen más lenne az élet. Hát én körülbelül ennyit akartam ma mondani, és én azt kívánom maguknak, hogy próbálják ki ezt. És ha kipróbálják, és sikerülni fog, akkor boldogok lesznek, és sok boldogságot kívánok mindjárt. Köszönöm szépen!